A Petőfi nagyon zene. A Petőfi akkor arról szólt 2007-ben, hogy hirtelen felbukkant egy másik zenei szcéna, ami, elnézést kérek mindenkitől, hogy kvalitásaiban más erényeket hordozott, mint az addig ismert mainstream. Rádióba, hiperkarma. Ez, ami a kocsmába ment a hétvégén, most a rádióba? Hát ez nem szokott menni a rádióba, ami a kocsmába megy. Konkrétan megvan a kép, hogy kacskaringozok Orfi felé, tekerem a rádiót, és megszól egy 30Y szám. És magamban azt mondtam, hogy mi történt? Nagyon zenes. Petőfi. 2007-ben teljesen megújult a Petőfi Rádió. Olyan kultikus műsorok is megszűntek, mint például a Kabaré Csütörtök, a Vízállás Jelentés és a Jó Ebédhez Szól a Nóta. Egy könnyűzenei rádió lett benne olyan zenékkel, amilyeneket korábban országos elérésű rádióban nem lehetett hallani. A váltással sokan nem értettek egyet, mégis a megújult Petőfi meg tudott szólítani egy egészen új közönséget. Hiszen a cél az volt, hogy a közmédiának legyen egy olyan rádiója, ami célzottan a fiataloknak szól. Gondoltuk, hogy ez közszolgálatilag egy vállalható misszió, hogy azt a sokszínű zenei kínálatot mutatjuk be, ami nem volt ismert. És ezt tehette többek között azért, mert létezett maga a színtér. 30Y-ostól, Pimbistől, Heaven Street 7 például. Ugye ott jöttek egyből a nyomában a Péter Fiboriék. Nekünk az egy kurva jó időszak volt. Iszonyú nagy változás volt. Én például nem tudtam úgy beszállni taxiba, hogy ne az lett volna, hogy jaj, ki ne szívja a vérem. Hova harapunk most beléd titokban? Amikor egy A-rotációs dalunk volt, az azt jelenti, hogy naponta 3-4-szer lejátszották, akkor a legkülönbözőbb társadalmi rétegből, korosztályból jött oda felén visszajelzés, hogy hú, hát hallottunk a rádióban. És ez egyáltalán nem volt evidens, hogy itt van valami másik azon kívül, amit akkor a Danubius rádióban, meg mi volt sláger hallgatott az ember a magyar zene címszóval. Oké, tehát tök nagy újdonság volt az új Petőfi zenei vonal. Hát főleg ahhoz képest, amit a kereskedelmi rádiókban lehetett hallani. A kereskedelmi rádiók zenei kínálata katasztrofálisnak volt mondható, az én zeneízlésem szerint. Azért a 2000-es évek elején még mindig volt egy ilyen underground vs mainstream hozzáállás, és ott mindig volt egy ilyen mentalitás, még akkor is meg volt, hogy ha jó zenét csinálsz, akkor nem fognak játszani a rádiók. A legnépszerűbb szám még mindig a Edda Kör közepén állok volt 2006-ban. Komplett fontos zenekarok, magyar nyelven alkotó zenekarok tudtak megalakulni és megszűnni, akiknek soha egyetlen számát nem játszott a magyar adó, amit én egy kulturális kártéteménynek gondoltam. Ez egy általános tendencia, hogy Magyarországon egy óriási várakozás, amire mire egyáltalán bekerülsz mondjuk ugye a köztudat legszélére. És ezt a várakozást rövidítette le a Petőfi annak idején, vagy az ott várakozó zenekaroknak mondták, hogy gyertek beljebb. Petőfi Rádió. Nagyon zene. Olyan érzésed volt, mintha fölültél volna egy rakétára. Egyszerűen olyan volt a fogadtatása. Tehát, hogy így valahogy így berobbant egy közegbe, mondanám, hogy űrbe, de tulajdonképpen tényleg arról van szó az éterben, hogy valami hiányt úgy elkezdett betölteni, hogy adták szájról szájra azok, akikhez szólt, meg célzottan szólt, hogy figyeljetek, itt van egy tök jó zenét játszanak a Petőfin. Végre olyan zenét tudtál hallgatni, ami nem csak arra jó, hogy a háttérbe menjen, hanem arra is, hogy kicsit odafigyelj rá, és így vagy megjegyez egy pár olyan magyar számot, amit később aztán magadtól is akarsz hallgatni. Nem is csak a magyarról van szó, hanem úgy egyáltalán mi, van olyan rádió, ami hallgatható, és olyan zenéket játszik, aminek örülünk. Az, ami a 90-es években mondta, a Music Television volt a világ fiatalsága számára, az volt nekünk az a Petőfi, és én azt kifejezetten bírtam. 10 évnél régebbi számokat nem választunk, mert egy fiatal, friss zenei kínálatot próbáltunk erőltetni. DJ Izil hozta ugye az alapzenei kínálat jelentős részét. Nem volt pénzünk zenei tesztekre,
hogy közönséggel mérjük, úgyhogy bulikon tesztelt zenékből válogattunk. Meg hát olyan újdonságokból, amik közben bezuhantak. Bedobtam a Amerika nem hazudik című CD-nket, és akkor pár nap múlva hívtak telefonon, hogy menjek be beszélgetni a Petőfi Rádióba, és mondták, hogy nekik ez tetszik, nem lenne baj, ha játszanak, hát mondom, nagyon örülő, megtisztelő. Az nekünk egy ilyen kimit tudós népszerűséget adott. Csak a Tesco. Éppen a kis Pált azt ilyen, mint klasszikus kezdte el játszani a Petőfi, a kis csillag, meg ugye nagyjából elvegyült a többi ilyen hasonló szőrű, egy időben indult zenekar. Mi ugye 2005-ben indultunk, bár öreg legényekként, de azért fiatalos ambícióval. És ilyen értelemben nekünk jó volt, persze, hogy jó volt. Hát lettek ilyen országos lágereink. A mai napok azokat is el kell játszani a koncertet. Tehát olyan zenét kezdtek el játszani a Petőfin, amit korábban országos rádióban nem lehetett hallani. Alternatív előadók kerültek be a mainstreambe, és ez teljesen megváltoztatta a zenei piacot. Az új zenekarokat egyre többen ismerték meg, egyre többen hallgatták, és egyre többen jártak a koncertjeikre is. Petőfi Rádió nem csak mint rádió lépett fel, hanem gyakorlatilag generált egy olyan kínálatot a zenekarokból, saját brandinget turnékat szervezve, amivel el lehetett érni vidékre, és akkor így játszottunk rengeteg helyen. Megmutatta magát egy olyan közönségi réteg, aki addig nem volt nagyon látható. Abszolút érezhető volt a magyar klubélet, kulturális koncertélet felfestülése. Tehát egy egyszerűen fesztiváltetet csinálni, tehát hogy előtte volt, mit tudom én, úgynevezett headliner, amire úgy be is jött a közönség, 2-3 zenekar, a Kispál, a Quimby, egy kicsit a Heaven Street, szóval nagyjából ez. Onnantól kezdve, hogy neked rentábilis tud lenni a fesztivál akkor is, ha nem a Tankcsapdát hívod el, hanem mondjuk a Péter Fiborit, vagy még válogathatsz 30 másik zenekar közül, az azt jelenti, hogy egyre többen megpróbálkozott fesztiválokkal. A rádió indulása tehát pár év alatt teljesen felforgatta a magyar könnyűzenei piacot, és láthatóan óriási sikere volt. A nagykereskedelmi rádiók azonban korábban mégsem játszottak ilyen típusú zenét. A piaci alapú rádiózásban ugyanis kockázatos újdonságokkal kísérletezni, ezért inkább maradtak a régi jól bejáratott szerkesztésnél. A profit orientáltságból ez egyenesen következett. Tehát azt kell hallgatni, amit az emberek szeretnek, mit szeretnek az emberek, amiket ismernek. Azok a kedvenc számai, amit hallgatott már 5-ször, 10-szer, 100-szor, 150-szer. Kell egy fajta anyagi, szervezeti és piactól független biztonság, hogy az ember azt mondhassa, hogy ő most más zenéket játszik, amik szerinte értékesek, és amelyeket aztán majd szeretni fognak az emberek, de beleinvestálunk annyit, hogy játsszuk anélkül, hogy még ismernek. Nagy társadalmi változást azért nem indított be a Petőfi Rádió, azt gondolom. Jó, azért azt kimondhatjuk, hogy volt rá igény, hogy ilyen zenét halljanak az emberek. Tehát most hiába vagy ilyen cinikus, mert hogyha tényleg az lett volna, hogy akkor az lett volna, hogy kudarcba fullad ez a rádió egy éven belül, mert nem hallgattam volna a lófas se. Biztos voltam abban korábban, hogy az a zene, amit én hallgatok, az miért nem hallgattam? Az sokkal többeknek is jó lehet. Azok a zenék szubkultúrásnak minősültek, pedig mint később kiderült, százezreket azért elszórakoztatott ebben az országban. Az egy másik kérdés, hogy valóban van egy limitje, már hallgatottság szempontjából, tehát nem egy olyan értelmű mainstream rádió, mint ami volt mondjuk akkor a Danubius sláger, tehát az nem jön szóba, de hogy nagyon fontos és szabad szemmel látható tömeget és véleményformáló nézésformáló tömeget lehet vele megszólítani. Kedves barátaim, nem egyszerűen arról van szó, hogy Magyarországon megtörtént a 6. szabad választás. Sokkal nagyobb dolog történt a mai napon Magyarországon. Ma forradalom történt a szavazófülkékben. A 2010-es kormányváltás után a közmédia teljes vezetésen lecserélődött. A Petőfi főszerkesztője Csillag János és a rádió elnöke Suh György is távozott. Az volt világos, hogy most egy új újragombolása fog történni a médiapiacnak,
mint ami meg is történt, és ebben más szereplőkre van szükség, nem rám. Nekem az a konstrukció, amiben mi dolgoztunk, az így volt tökéletes. És az a csapat, persze. Szóval ez egy ilyen műfaj. Az ember csinál valamit, és aztán más valaki csinál mást. Vagy jobbat, vagy rosszabbat. De én azt érzem, hogy ez kibomlott a rendszerből. Szóval én azt érzem, hogy olyan pici ez az egész magyar ilyen zene piac, igazából véletlenül. Tehát mi ezzel a mi zene, az, hogy mi bekerültük, az is véletlenül. Végül is egy véletlennek és én abban szocializáltam, hogy nem túl jó zene szól a rádióból, vagy hát olyan zene szól, ami futószalagon gyártott ilyen mainstream pop, és régen is az szólt, meg most is az szól, és volt az a pár év, amikor egy picit nem az szólt, úgyhogy, tehát, hogy igazából a világrendje az inkább az, hogy az szóljon. Tövisházi Ambrus azt mondta, hogy ez egy hiba volt a rendszerben, hogy a Petőfi működhetett így pár évig, mint kicsit eredetibb zenei rádió. Erre te mit gondolsz? Hát figyeljetek, én nem mondom hibának, örülök, hogy sikerült. Nagyon. Úgy elindult a NER 10-től, az első egy-két évben nagyon sok minden nem történt. És a Fidesz körüli kulturális megmondó emberek mindig is szimpatizáltak valamilyen szinten a Petőfi váltással. Én kapok tőle, én nagyon szeretem ezt hallgatni. Hát kicsit trestelkedem is, hogy többet hallgatom, mint a többit együttvéve. Tulajdonképpen mindenki azt hitte, hogy ezt meg lehet úszni. Mindenki azt hitte, hogy hát ezek is aranyos gyerekek, játszik a rádió, igazi kicsit kevesebbet, nem tudom, de hagyjuk békén egymást, mi nem szólunk bele, amit ők csinálnak, ők ne szóljanak bele, amit mi csinálunk. A 10-es évek első felében még mindig volt egy ilyen nagyon jó felhajtó ereje a Petőfinek, és hogy az tök jó volt látni, hogy a fősodortól eltérő zenekarok is be tudtak jutni egy-egy dallal, és hogy volt egy valódi felhajtó ereje abból a szempontból, hogy ha beakadt egy tök feltörekvő zenekarnak egy első száma ott a rotációba, azt a zenekart innen ide fel tudta lőni. Milyen volt Monte Carlo? A hajad kiszökült. In the morning I will leave the town. And the eyes are observing the ground, seeking for a little thing. Nekem 11-ben jött a Mizu című dalom, ami egyébként ebben a közegben egy ilyen nagyon utálnivaló, nagyon ciki, nagyon büdös dolog volt. Tehát, hogy a mi Mizu az ilyen közfelháborodás tárgya volt akkoriban ilyen alterkörökben, és ott hívtak, hogy hát a Cash átdolgozta, és szeretnék játszani, hozzájárulok-e? Mondom, persze. De hogy még mindig nem került be saját dalom, és én akkor már nagyon akartam, hogy most legyen egy olyan, hogy valahogy egy olyat is játszik a rádió a Petőfi, amiben csak én vagyok, vagy főleg én vagyok. Tehát a rádió vezetése lecserélődött, de a zenei irány egy darabig még nem változott meg jelentősen. Kisebb finom hangolások azért voltak. A legnagyobb dilemmát a Petőfi életében az a változás hozta, amikor a Neo megszűnt. A Neo FM 2012. november 9-én pénteken 24 órakor befejezi műsorkészítését. Az a közönség, ami ott keringett az éterben, az keresett magának adót. Eltérő rádiózási szokások és zenei ízlések találkoztak, és akkor többen lettünk. És akkor ezt az tömeget egyben tartottuk, igen, ez változó volt. Jöttek inkább azok a zenekarok, akik már fölismerve a Petőfi Rádió ízlés világát, úgy fogalmazok, ha nincs a Petőfis váltás, akkor ezek mind tulajdonképpen commerce popprodukciók lettek volna. Így egy kicsit úgy hangolták, hogy ennek a közegnek is jó legyen. És akkor már többségben voltak ezek. Kowalski, Halott pénz. Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak. Punani. Tudom, mert Margaret Island az későbbi, mert ők fiatalok. Szík, test a testbe, feledkezve, bőrigázva, szeretkezne. Ők már a
Neres Petőfi felfedezetjei, mondjuk a Bagosiék is a későbbi időszak termékei. A Well Hello vagy a Fluor. 2013-ban csináltuk meg Diazzal a Képkockák című dalt, de ott volt az, hogy emlékszem, hogy napi egyszer lement. És éreztem, hogy napi egyszer lemegy a dalom a Petőfin, úristen, de jó. Tehát ennek akkora presztízs értéke volt akkoriban, ennek jelentése volt. Tehát az, hogy téged ez a rádió játszik, az azt jelentette, hogy te bekerültél egy olyan körbe, ahova nagyon jó tartozni. És azt is tudom, hogy vannak, akiknek ez már nem a régi Petőfi. Onnantól szintén van egy folyamatos, mondjuk úgy, hogy a hagyományos kereskedelmi rádiós popzene felé való vonulás, vagy finom tolás. Hogyan változott a Petőfi Rádiónak a zenei világa az évek alatt? Sokféleképpen válaszolhatnék erre a kérdésre, de szerintem arra vagy kíváncsi, hogy a kezdeti progresszivitását mennyire tudta megőrizni. Mondjuk úgy, hogyha kezdetben penge volt, akkor maradt egy kicsit tompul, de még éles kés sokáig. Én közös megegyezéssel távoztam, és ennek alapvetően az volt az oka, hogy akkor már egyértelmű volt, hogy péntekről hétfőre egy másik rádió szólal meg. Én ott nem láttam semmilyen teret arra, hogy én építőleg tudjak tevékenykedni abban, hogy az valóban épüljön. 2016-ban teljesen átalakították a Petőfi Rádiót. Új műsorvezetők jöttek, a szlogen is megváltozott. Petőfi Rádió. Nagyon zene. Életed ritmusa. Életed ritmusa. És ami a legfontosabb, hogy a korábbi zenei arculat eltűnt, és jött helyette valami egészen más. Mikor először Pető Zoltán, aztán a Tisztartó által dominált Petőfi lett az új irány, ott pedig azok a zenekarok, akiket igazából a Petőfi karolt fel valamennyire, azok teljesen kiszorultak a rádióból, és jött egy ilyen iszonyatos fostenger gyakorlatilag. Feltűnően elkezdték úgy válogatni a számokat, hogy ahogy egy kereskedelmi rádióban szokták, szóval Shakira ment, Backstreet Boys ment, Macarena ment, olyan zenék mentek, amivel minél több embert be lehet húzni a Petőfi hallgatói közé, és akkor néha ezek közé egy kis Ruzsa Magdit, egy kis Tóth Gabit, Karamelt, vagy mit tudom, ilyen Gáspár Lacit beraktak, és innentől kezdve a Petőfi elvesztette az identitását szerintem 100%-ig. Petíciókat írtunk alá, fel voltunk háborodva, konkrétan az egész szakma és a klubtulajok és a menedzsmentek, mindenki mondta, hogy ez nem jó ötlet, de nem, ez most lesz egy zenei nagy színpad, ahol mindenki ott lehet. Nyilván arról volt szó, hogy egy szélesebb körű ambíciónak kell megvalósulnia, már hogy nagyobb közönséget kell elérni. Itt fontos elmondani, hogy 2016 végére már megszűnt az egykori Sláger és az utódja a Neo, és az egykori Danubius és az utódja a Klassz FM is. Magyarul rengeteg hallgató maradt rádió nélkül, és a Petőfi Rádió volt az egyetlen országosan is fogható könnyűzenei rádió. Ez egy óriási lehetőség, mondjuk úgy, tehát a népműveléssel egy kicsit föl kellett hagyni, és azt mondták, hogy a legkisebb ellenállás irányába kell minél több hallgatót bevonzani ide. Elkezdett részt venni abban a kereskedelmi versenyben, tehát a hallgató bevonás versenyében, aminek a politikai ráció szempontjából van létjogosultsága. Tehát, hogyha én politikai kommunikációban gondolkodom, és ennek az eszközállományát próbálom összetenni, akkor nyilvánvalóan minél nagyobb elérésű médiamixet próbálok összeállítani. Tudtuk nyilván, hogy ez most itt arról szól, hogy nem hoz elég hallgatót a Petőfi Rádió az alternatív zenékkel, és nagyon fontos, hogy minden média álljon be egy irányba, és ehhez pedig az kell, hogy akkor zenei tartalmat kell változtatni, mert azzal tudunk eljutni több emberhez. Tehát az átalakításnak politikai célja volt. A rádió nem hozott elég hallgatót az alternatív zenékkel, a politikai hirdetéseket viszont minél többekhez akarták eljuttatni. Erre pedig a megoldás az volt, hogy a lehető legmainstreamebb zenét kezdték el játszani. És erre lehető azt mondani, hogy ugye ez követi az ízlést, hát ugye csak olyat játszunk, amit szeret a hallgató, ha jó Tomász hívják úgy, hogy pop. És ezzel visszatértünk a 2007 előtti állapotokhoz. Tehát, hogy magyar underground zenét nem lehetett hallani országos rádióban. Az van, hogyha valami mindig is olyan volt, hogy a legtöbb embert akarta elérni, lásd TV2, RTL Klub, kereskedelmi tévék, ott nem fogsz meglepődni, hogyha az a műsor, hogy emberek egy dzsungelben, egy gödörbe ásnak, és oda mennek vécézni. Mert hogy
ez érdekli a legtöbb embert, ezek a tévék, rádiók erről szóltak mindig. Szóval a Petőfi esetében szerintem azért indokolt ennyire erősen lehúzni a eddigi zenei választékot, mert van mihez hasonlítani a korábbi állapotukat. Egyszerűen azért ilyen mérges mindenki, és azért vagyok én is ennyire indulatos ezzel a témával kapcsolatban, mert a politikai érdekeken kívül semmi nem indokolta azt, hogy az elmúlt 7-8 év a Petőfi Rádión az ennyire síralmasan alakuljon. Vannak jó idők, vannak rossz idők, ez ilyen. Mert mi igazából mi ebbe szocializálódtunk, tehát hogy inkább nekünk az volt a furcsa, ami a normális volt. Tehát hogy a 2007 és a 2010-valahány, mondjuk 14-15 közötti időszak, az volt a furcsa, hogy ilyen lehet Magyarországon. Tehát hogy legalább egy rádió megpróbált úgy viselkednie, hogy ahogy illenék viselkednie. Illett volna viselkedni mondjuk akár már a 70-es évektől. Ami érdekes, hogy 2021-ben a Demeter Szilárd is megjelent a háttérben, mint egy ilyen könnyűzenéért felelős, könnyűzené társadalmiasításáért felelős miniszteri megbízott. Számomra az alapkérdés az az, hogy a Petőfi Rádiónak hallgatóvadászatra kell mennie, tehát hogy minél több hallgatót húzzon be, vagy legyen egy küldetése. Akkor tölteni be az úgynevezett hivatását, vagy küldetését, hogyha nem csak a magyar könnyűzene trendsetter rádiója lenne, ha még van ilyen, hogy trendsetter rádió, hanem életmód válaszokat tudna adni a magyar fiatalok számára és a hallgatói számára. Tudni kell a Demeterről egyébként, hogy ő a háttérben egyébként évek óta rengeteget kommunikál különböző szervezetekkel, lobby szervezetekkel, menedzserekkel, kiadókkal, zenekarokkal, fesztivál szervezőkkel, stb. Gyakorlatilag mióta ezzel foglalkozik, azt hallja évek óta, hogy valamit csinálj már a Petőfi Rádióval, mert ez így tarthatatlan. Demeter Szilárdnak sikerült elérni, hogy megváltozzon a Petőfi Rádió. 2021 őszén tehát megint új főszerkesztő lett, és új műsorvezetők is jöttek. Demeter Szilárd egyébként korábban 23 milliárd forintot kapott a könnyűzenei programjára, mert a kormány őt bízta meg, hogy koordinálja a magyar könnyűzene és a kortárs popkultúra megújítását, illetve társadalmiasítását is. Meg lehet erősíteni azokat a kulturális kódokat, hogy hogyan gondolkodom a hagyományos férfi szerepről, a női szerepről, a szerelemről, mint olyanról, az egyenrangúságról, az alárendeltségről, a fölérendeltségről, az életről, a halálról. Tehát, hogy rengeteg olyan kulturális kódunk van, amelyek régebb evidenciák voltak, és amelyekről egyébként zseniális legeleket írtak az elmúlt 70 évben. Ha az a világ következik be, amitől én rettegek, hogy be fog következni, akkor az első dal, amit be fognak tiltani, az Flór Tominak a Mizu című dala. Ugyanis abban elég egyértelműen azt mondja, hogy te lány, én meg fiú. Tehát, hogy ő ebben a hagyományos, sztereotíp nemi szerepekben gondolkodik, nincs nem bináris játék benne. Nem engedi meg, tehát ő gyakorlatilag erősíti a sztereotípiát. Ez a negatív olvasata, a pozitív olvasata, hogy a te lány, én meg fiú, a Mizu, két kicsi legó, nem tudom micsoda, Flór Tomida, az egy hagyományos nyugat-európai kulturális identitást erősítő nóta, hiszen azt mondja, hogy te lány vagy, én meg fiú, és mi szeretnénk ugye összepárosodni, tehát hogy a szerelemről énekel, illetve erről a heteroszexuális kapcsolat, ez egy heteroszexuális kampánydal, ha úgy tetszik. Az mindenképpen szerintem izgalmas és érdekes, amikor a kormánypártból aggódik valaki azért, hogy én be leszek tiltva. Tehát, hogy abban ugye érzem egy kicsit, úgy nem szoktatok ti ezen ennyit aggódni. Azért amikor írtam, nem mondanám feltétlenül, hogy így az volt a szándék, hogy én a heteroszexualitás kampánydalát megírjam. Ennyi erővel a gecigránát is az, amivel egyébként mindig előjönnek, mikor mondok valamit, ami nem tetszik. Úgyhogy legközelebb szerintem azt is fel lehetne hozni akkor pozitív példának. Azoknak az embereknek, akik nagyon szerették a Petőfinek a 2007-től tartó időszakát, azok mit tud mondani, vissza fog térni valami hasonló zenei világ? Nem tudom, hogy vissza fog-e, nem mondhatom meg, hogy vissza fog-e, mert nem tudom meg, nem én szabom meg a zenei kínálatot. Az rossz lenne, ha én szabnám meg a zenei kínálatot, ezért nem szeretek irodalmi és zenei kérdésekben dönteni, mert az én ízlésvilágom az eléggé szigorú. Szerettünk volna a rádió zenei irányáról az új főszerkesztővel, Béli Ádámmal is beszélni, de ő nem reagált a megkeresésünkre.
Viszont újra feltűnt Horváth Gergely, aki most Demeter Szilárd egyik média cégét vezeti. Kértünk tőle egy interjút, de azt mondta, hogy ő csak írásban hajlandó válaszolni. Azt írta, hogy alapvetően jót gondol az új Petőfis irányról, egy rádió áthangolása azonban egy folyamat, és ezt el kell fogadni. Szerinte idővel erősödni fognak a rádió erényei, kinövik a gyerekcipőket, megjön a bátorság, és vele a saját hang is. Egyébként, ha mostanában belehallgatunk a Petőfibe, akkor egyszerre lehet hallani commerce popdalokat és alternatív zenéket is, és visszatértek olyan előadók is, akiket a 2016-os váltáskor teljesen kivettek a kínálatból. Nagyon sok ismerősöm is írt nekem, hogy mi történt a Petőfi Rádióval, hogy mit tudom én, Middle Mistredet, vagy Felső Tízezert, vagy mit tudom én, Kispált, Kis Csillagot, Queen Beat, ilyeneket hall a rádióba, és hogy tök jó újra hallgatni, és egyébként ez valahol megdöbbentő, hogyha belegondolunk, hogy a magyar embernek már az is egy fél sikerélmény, és már egy boldogsággal felérő valami, hogy hall nem szar zenét a rádióban. Még nem tudtam eldönteni ezt az új Petőfit, hogy szeretem-e vagy nem szeretem. Amit biztos, hogy szeretek, azok a hétköznap esténként vannak 10 után ilyen zenei blokkok. Az olyan, mint régen. Napközben annyira meg nem szoktam rádiót hallgatni, mert párszor megpróbáltam az autóba, de mindig mérges lettem. Miért lettem? Mert az a baj, hogy akármelyikre kapcsolok, mindig a harmadik dal már vagy nem tetszik, vagy nagyon távol áll, vagy nem tudom, valami miatt nem. Ami viszont dicséretes, hogyha jól tudom, megy már Beethoven, megy a Soler, Ónodi, tehát hogy az újaktól ismernek dalok, és hogy egy olyan generációval is elkezdenek foglalkozni, akivel mondjuk a többi rádió egyáltalán nem. Még úgy annyira az nem állt össze, vagy azt nem érzem még, hogy itt most van egy nagy egység és egy üzenet, azt érzem, hogy jó, nyúljunk ide, nyúljunk oda, nekik nagy az elérésük, ők elvileg tök jók, ezzel talán be tudjuk hozni a fiatalokat, de a régi nekem mellett üzenete is volt. Nyilván kérdés, hogy 2007 után 15 évvel, 2022-ben mekkora kulturális hatása lehet egy rádiónak. Hiszen azóta rengeteget változtak a zenefogyasztási szokások, elsősorban az internetes streaming szolgáltatások miatt. Az viszont biztos, hogy a Demeter-féle kulturális megújulásnak a rengeteg állami támogatással a háta mögött nagyon nagy hatása lehet. Hiszen egyértelmű, hogy Demeter Szilárdnak határozott elképzelései vannak a popkultúráról, a könnyű zenéről és a Petőfi Rádióról is. Ha Petőfi Rádiót szeretném főszerkeszteni, akkor én lennék a Petőfi Rádió főszerkesztője. De én nem akarom Petőfi Rádiót főszerkeszteni, azt szeretném, ha lenne a Petőfi Rádiónak egy olyan főszerkesztője, aki olyan Petőfi Rádiót csinál, amire két hónap múlva azt mondom, hogy ez az, ezt akartam hallani. Anélkül, hogy én bármit mondanék nekik.